orosházi kormányablak az ügyfelekért. Top 10 bizakodók orosháza legnagyobb adózói. Egy lépéssel közelebb a Tatabányát verte az OFKS-e. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Nézzük is legfontosabb híreinket. Egyszerűbben és gyorsabban, ez a cél a közigazgatásban Németh Lászlóné szerint. Az államtitkár múlt pénteken adta át az orosházi kormányablakot. Hétfőtől közel 300 féle ügyben segítenek a járási hivatal földszintjén. Ünnepi pillanat, hivatalosan is megnyílt az orosházi kormányablak, hosszú hónapok munkája ért be január 30-án. A járási hivatal épületében kialakított kormányablak célja az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés. Az ügyintézők 23-an vannak, a munkaállomás 12 darab, az elintézhető ügyek száma 265. Ennek egy részét ugye a saját hatáskörben azonnal indítható ügyek, az okmányirodai feladatok teszik ki. Az ügyek egy nagy része azon ügykörökbe sorolható, melynek keretében az ügyfelek kérelmeit, beadványait átvesszük, és továbbítjuk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Itt nagyon fontos, hogy ezen ügyköröknél azért lesz előnye a kormányablakban történő ügyintézésnek, hiszen időt és költséget takarítunk meg ügyfeleiknek, nem kell utazniuk más hivatalokba, nem kell utazniuk esetleg más városba ahhoz, hogy az ügyeiket elindíthassák. A cél a szolgáltató állam kialakítása, ennek érdekében reformálták meg a közigazgatást, és ezért nyílnak sorra a kormányablakok. Ezt már a meghívott államtitkár mondta el köszöntő beszédében. Németh Lászlóné kiemelte, az egyablakos ügyintézési rendszer lehetővé teszi a közigazgatási ügyek hatékonyabb intézését. Országszerte több mint 100 kormányablak már működik, évvégére 280-at szeretnének nyitni. Ami legalább viszont olyan fontos, mint a kormányablak darabszám, az az, hogy folyamatosan akarjuk bővíteni az itt intézhető ügyek darabszámát. Hosszabb távú terv például, hogy a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket is a kormányablakokban intézhessék az állampolgárok. Az orosházi a harmadik kormányablak a megyében, a gyulai és a békés csabai mellett. További 8 megnyitására pedig még ebben az évben sor kerülhet, legközelebb Tóth Komlóson. Az orosházi kormányablak február 2-án fogadta először az ügyfeleket, a Szabadság téri járási hivatal földszintjén hétköznaponként, a korábbi 28 helyett most már összesen heti 40 órában lehet ügyeket intézni. Bizakodók orosháza legnagyobb cégeinek vezetői, ez derült ki azon a munkaebéden, amit a városvezetés adott a legnagyobb adózóknak. A kötetlen beszélgetésen szóba kerültek a város tervei, amiben komoly szerepet szánnak a legnagyobb munkáltatóknak is. Kötetlen beszélgetésen vettek részt a legnagyobb adózó cégek vezetői az Alföld Gyöngye Hotelben január 30-án. Dávid Zoltán polgármester, Bojtor István és Fejes Róbertné alpolgármesterek, valamint dr. Horvátné dr. Barta Edit jegyző vendéglátása mellett tartották a hagyományos találkozót. A polgármester köszöntőjében elmondta, ez egy olyan alkalom, ami kiemelten fontos minden résztvevő számára. Alapvető célja, hogy tovább erősítsék a partnerséget. Rendkívül fontos, hogy Orosházán azok a családok munkahelyet tudjanak találni, és ehhez az önöknek a munkája azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy legyenek a cégeknél fejlesztések. Mint elhangzott, cél, hogy az orosházi fiatalok itthon maradjanak tanulmányaik befejezése után. Olyan ösztöndíjrendszer kidolgozását kezdték meg, ami mindenfélnek előnyös lesz. A fiatalok olyan specifikus képzéseket kaphatnak, amelyekre Orosházán szükség van. A polgármester ismertette a 2014-re vonatkozó adóbevételek számait. Külön kiemelte, hogy nőtt az iparűzési adóból származó bevétel, ami 1 milliárd 353 millió forint lett 2014-ben. Ez jelzi, hogy jól teljesítenek a nagyobb és a kisebb cégek, vállalkozások a városban. A 10 meghívott cégvezető közül 7-en tudtak személyesen jelen lenni, ők kameránk elé álltak, a későbbiekben megmutatjuk nyilatkozataikat. Összességében elmondható, még ha eltérő mértékben is, de minden nagy cég tudott előrelépni 2014-ben. Az idei esztendőre bizakodva tekintenek és abban reménykednek, nem lesz túl sok váratlan változás a piacon és a jogszabályi környezetben. 1 milliárdnál is több jutott tavaly a munkaerőpiaci helyzet javítására, a megyei átlagnál
több forrást használtak fel az orosházi kirendeltség vonzás körzetében. Több mint 341 millió forint elnyerésével 157 új munkahely jött létre, elsősorban Orosházán. Nagyszabású állásbőrzén forgattunk tavaly az orosházi munkaügyi kirendeltségen. Egy ilyen bőrze az álláskeresők számára egyik kiemelkedő lehetőség a munkáltatókkal való személyes találkozásra. Bármit elvállalok, csak már egy éve nincs munkám. Aki munkanélkül van, az azt érzi, hogy az ő esetében 100%-os a munkanélküliség. Tehát addig nyilván nem lehetünk elégedettek, amíg egy ember is munkanélkül van. A munkahelyteremtésre kiírt pályázatok keretében tavaly az orosházi kirendeltség vonzás körzetében 11 nyertes pályázat, több mint 341 millió forintos forrás elnyerésével 157 új munkahely létesítésére biztosított lehetőséget. A térségben működő vállalkozások beruházási hajlandósága révén több munkahely jött létre. A nyertes vállalkozókat tavaly Békés Csabára kísértük el. Az elmúlt évben 4400 álláshelyre történt 7426 közvetítésből 3908 munkaerőfelvétellel zárult. Tudtuk meg a kirendeltség vezetőjétől. Bérjellegű támogatást 198 munkáltatónak 2607 elhelyezéshez nyújtottak. Több mint 1,2 milliárd forintnyi támogatással segítették az álláskeresők munkaerőpiacra jutását. A kirendeltségünk elsődleges célja az, hogy a munkáltatók munkaerőigényeit kielégítsük, és az álláskeresőink munkához jutási esélyeit növeljük, elősegítsük. Ha ez konkrét állásajánlattal nem sikerül, mert nem rendelkeznek piacképes szaktudással, végzettséggel, képességgel, akkor akár ha csak egy tanácsadás szükséges, azzal próbáljuk segíteni őket, az elhelyezésüket, ha egy kiegészítő szakképesítés nyelvvizsga megszerzésére van szükségük, akkor azt kívánjuk, illetve ha egy új szakképesítést vagy életük első szakképesítését szeretnék megszerezni, akkor lehetőséget biztosítunk ingyenes, intenzív, államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamokon történő részvételre. A kirendeltség az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében 642 esetben nyújtott képzési támogatást. A tanfolyamok egy része a gazdaság által igényelt hiány szakképesítések megszerzésére irányult. Tavaly a nyilvántartott álláskeresők átlag létszáma 2165 fő volt. A november végén nyilvántartott álláskeresők aránya 10,1%, amely 1,5%-kal kedvezőbb, mint a megyei átlag. Sportolói életpályamodellt alakítanak ki Orosházán, központja a Kodolányi Főiskola lesz. A cél, hogy a sportolók még aktív pályafutásuk alatt diplomát szerezzenek, így könnyítve meg elhelyezkedésüket. A kezdeményezéshez már több egyesület is csatlakozott. Én többször is, és nagyon nehéz helyzetbe kerültem, elsősorban a 84-es Los Angeles olimpiára, hogy a szocialista ország nem mentek, és én szó szerint utcára kerültem, és portázni kezdtem. Így emlékszik vissza birkózó olimpiai bajnokunk arra az időre, amikor senki nem törődött azzal, mihez kezdenek a sportolók, ha véget ér versenykarrierjük. Ez még sokszor most is probléma, ezen kívánnak változtatni oktatási szakemberek és sportvezetők. A témában a közelmúltban tartottak egyeztetést Orosházán, ahol elhangzott, a Kodolányi János főiskola vezetése és szenátusa jóváhagyta a sportolók életpálya modelljére vonatkozó szakmai elképzelést. Lehetővé szeretnénk számukra is tenni azt, hogy szabad idejüket hasznosan eltöltve és felhasználva diplomához jussanak. Először felsőoktatási szakképzést biztosítanak azoknak a sportolóknak, akiknek az érettségi bizonyítványuk nem kiemelkedő. Fél év tanulás után lehetőségük lesz pót érettségire, ahol bizonyos tantárgyakból javíthatnak, ezzel jogot szerezve arra, hogy a következő esztendőben a főiskola alapszakjaira beiratkozhassanak. A térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a másfél évvel ezelőtt megkezdett munka első eredményei most kezdenek látszódni. A célunk az, hogy egy olyan életpálya modellt tudjunk kialakítani itt Orosházán, amivel azok a sportolók is megtalálják a helyüket az életben, akik ne adj Isten nem lesznek világbajnokok vagy olimpiai bajnokok, vagy még inkább azt mondanám, hogy ne adja jó Isten, de megsérülnek. Ehhez szükséges a duális képzés, szükséges a városvezetésének a támogatása és a főiskolába egy ilyen modellnek a kialakítása. A labdajátékoknál már működik hasonló rendszer, jelenleg 24 sportoló tanul külön csoportban a Kodolányi Főiskolán. Ehhez a rendszerhez kívánnak csatlakozni a birkózók és a labdarúgók. Újabb OFKS-e bravúr, egy lépéssel közelebb került a felsőházi rájátszáshoz NB1-es férfi kézilabda csapatunk. A vasárnap esti ellenfél a Tatabánya volt, harcos mérkőzésen 29-26-ra nyert a Jordovics legénység. Csütörtökön az ellenfél idegenben a Mezőkövesd. Az állított cél a felsőházi rájátszás szempontjából nagyon fontos két pont sorsáról döntött a vasárnap esti találkozó.
A múlt heti Komló elleni váratlan vereség után egyszerűen muszáj volt nyerni, hogyha a legjobbak között akarunk játszani. A mérkőzés elején mindkét oldalon a védelmek domináltak, és Paul Theodor kapus is többször mattolt a támadóinkat. Úgy nézett ki, hogy kevés gólos mérkőzés elé nézünk, hiszen a 10. percben még csak 2-3 állt az eredményjelző. Az első 10 perc után a hazai kapuban Helyrecki Balázs is bemutatott néhány bravúrt, de így is folyamatosan döntetlen közelében mozgott az eredmény. A félidő második részében egyre több részt találtunk a tatabányaiak védelmén, és az orosházi vezetésben mutatkozott meg. Főként a jó hazai védekezésnek köszönhetően 2 gólos előnnyel mehettek szünetre az orosházi srácok. Jordovics mester a szünetben a védelmünkben is taktikát váltott, kijöttünk 4-2-es nyitott védelemre. Heroikus küzdelem zajlott minden labdáért. Futott az eredmény után a tatabánya, de a mieinknek mindig sikerült újat húzni, újabb gólokat lőni. Ebben a főszerepet 2 lövőnk, Csamász és Milovics vállalta. Az 55. percben először vezettünk 4-gyel. 2 perccel később Vladan Matics kikérte a 3. idejét is, ekkor azonban már 5 góllal vezettünk. Az utolsó 3 percben még sikerült a vendégeknek kozmetikázni az eredményen, de a hazai győzelem nem forgott veszélyben. Az első fél időben mind a kettő csapatnak dominált a védelme, tehát ugye ott volt a legnagyobb harc, és kapusvédések miatt is ilyen kevés gól született. Aztán a második fél időben följavultak mind a két csapatnak a támadójátéka, és egy kicsit ugye fáradtság is jött, és ugye ez miatt a védelem helyett inkább a támadásokon voltak a hangsúly, és ott jöttek össze a dolgok. Jaroska, ez jó csapat, jó edzővel, és akkor jól játszottak. Mi kicsit tartalékosat játszottunk, mert sok sérült játékosok van az a gyöngyösi kupai meccs után. És utána adtam a lehetőség kicsit fiatalabb játékosnak, volt ilyen jó periódus, de látszik, hogy rutintalanak, és akkor volt ilyen, hát mikor nem volt szabad hibázni, akkor a fiatal játékosok hibáztak, és ezt a rutinos játékosok, mint a Csemász, Budai, Mázsics, meg a többiek kihasználtak, és megérdemeltek, nyertek. Orosházi FK-s Elina már Grundfos Tatabánya KC 29-26. Még bő egy hétig dolgoznak a munkások a Rákóczi telepi iskolában. Felújítják a mostót és festenek is. Mindezt 1,6 millió forintos önkormányzati forrásból. Az iskola további felújítását is tervezi a város, erre pályázati forrást keresnek. A földszinti mosdókat már nem használhatják a gyerekek, javában tart a felújítási munka. Az emeleten is korszerűbb lesz a mosdó. A felújítás időszerű volt, cserélik többek között az előregedett szaniterárukat, és újra is csempéznek. Mindenre Orosháza önkormányzata biztosít forrást, 1 millió 640 ezer forintot. Azért, hogy a Rákóczi telepi iskola is minél inkább megfeleljen, az itt tanuló több mint 100 diáknak. Ne csak a belvárosi iskolákat fejlesszük, hanem az olyan elmaradott iskolákat is, mint a Rákóczi telepi iskola. Az alpolgármester asszony a tankerületi igazgatóval kereste fel az iskolát, hogy megnézzék, hogyan halad a felújítás. A munkálatok várhatóan még egy hétig tartanak, de ennél hosszabb távú elképzelések is vannak a telepi iskolával kapcsolatban. A műszaki felmérés készült arra, hogy az épületbe, a régi szárnyba egy új modern kazánt szereljünk radiátorokkal, és az összes nyílászárót korszerű nyílászárára cseréljük, valamint az összes épületet beszigeteljük. Az energetikai korszerűsítéshez szükséges műszaki felmérés már megtörtént. A megvalósításhoz az előzetes számítások szerint mintegy 18 millió forintra lesz szükség. A pályázati kiírásokat figyelik. Mintegy 170 vendég vett részt a Kisművészek bálján szombaton. A Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány jótékonysági rendezvényét második alkalommal szervezték meg. Az est nyitányaként műsort adtak a Művészeti Iskola tehetséges növendékei. A gyerekeknek bemutatkozásra, a felnőtteknek jótékonykodásra volt lehetősége. Második alkalommal rendezték meg szombat este a Kisművészek bálját, amelynek idén is a Táncsics Gimnázium adott otthont. Az est a Művészeti Iskola vonós, fúvós és táncos növendékeinek műsorával indult. A jótékonysági rendezvény teljes bevételét a Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány kapta, amely a Művészeti Iskola diákjait támogatja. A Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány, amely a mai bevételnek a teljes összegét meg fogja kapni, támogatja a gyermekeinket versenyeztetés, utaztatás ügyében, vagy esetleg a szociális rászorultság merül fel, akkor szintén segítséget tud nyújtani. A jótékonysági bál nemes céljára felhívta a figyelmet köszöntőjében Bojtor István alpolgármester, és megnyitó beszédében Szűcs Gézáné tankerületi igazgató is. A rendezvény 170 vendégnek nyújtott tartalmas kikapcsolódást.
A bálon fellépő diákok műsorából láthatnak részleteket a híradó után kommentár nélkül. Megkezdődtek a nyílt napok a leendő első osztályosok és szüleik számára. A városban működő összes iskola lehetőséget biztosít arra, hogy megismerkedjenek az intézménnyel. Elsőként az Ötvös iskola tartott nyílt napot kedden. Minden évfolyamot megmozgató testnevelés órával, valamint sportegyesületek bemutatóival kezdte nyílt napját az Ötvös katolikus iskola. Kedden délelőtt azért hívták meg a beiskolázás előtt álló gyermekeket és szüleiket, hogy bemutassák az intézmény kínálatát, oktatását, lehetőségeit. A vendégeknek arra is volt lehetőségük a nap során, hogy megismerjék a leendő elsős tanítókat, illetve feltegyék kérdéseiket, amelyeket fontosnak tartanak az iskola választás szempontjából. A nyílt nap mindenek előtt egy alkalom az iskola számára, hogy bemutassa az érdeklődőknek mindazt, ami fontos lehet iskola választás előtt, ahhoz, hogy megalapozottan dönthessenek gyermekük számára megfelelő általános iskola kiválasztásához. Családonként eltérő, hogy kik milyen szempontok szerint választanak. A minőségi oktatás mellett még számos tényező is befolyásolhatja a szülők döntését. Az oktatás színvonala legelsőnek, ugye nálunk a sport is nagyon fontos szerepet játszik, úgyhogy ezek. A következő hetekben több általános iskola is tart majd nyílt napot, lehetőséget biztosítva a családoknak arra, hogy megalapozottan dönthessenek az iskola választásról. A református iskola február 10-én, a Vörös Marti iskola február 11-én, a Cina iskola február 13-án, a Rákóczi telepi iskola február 24-én és 25-én, a Székács evangélikus iskola pedig március végén tart nyílt napot. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A híradó végén egy kiállítást ajánlok figyelmükbe. A Városházi Galérián Justin Balázs orosházi festőművész munkáit nézhetik meg. Érdekes a tárlat anyaga, abból a szempontból, hogy nagy része egy tavalyi élmény alapján készült. Justin Balázs a nyáron megnézte Kosta József kiállítását Hódmezővásárhelyen, és annak hatására másképp láthatja a világot. A Kossuth-díjas festőművész színvilága, a fénnyel való bánásmódja megragadta a Justin Balázs képzeletét. A kiállított 24 kép mintegy fele született ebből az élményből. A többi, mintha éppen annak alátámasztása lenne, hogy korábban nem így ábrázolt. A csendéleteket március 9-ig önök is megnézhetik a Városháza épületében. Most pedig nézzük az Orosházi Városi Televízió keddi híradójának legfőbb híreit még egyszer, röviden. Orosházi kormányablak az ügyfelekért. Top 10 bizakodók Orosháza legnagyobb adózói. Egy lépéssel közelebb a Tatabányát verte az OFKS-e. Ezek voltak a legfontosabbak kedden este az Orosházi Városi Televízió híradójában. Tévézzenek velünk a folytatásban és kommentár nélkül című műsorunk következik. Viszontlátásra!